Használjátok ti is a Dani Gaming kódot a 3% kedvezményért az Enebának az oldalán, a linket megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb Kajó Perikó Heist-tal kapcsolatos útmutató videóban. Eddig volt szó a Bitcoin bejutásról, aztán egy solo silent bejutási módról. Mindkettőt viszonylag sokan használjátok és sokan szeretitek, legalábbis azok alapján, amit én láttam, meg én visszahallottam tőletek. Viszont ma elhoztam nektek a szerintem legjobb és leggyorsabb lehetőséget a heist teljesítéséhez. Így fogtok tudni a legkönnyebben farmolni a Kajó Perikó Heist-ból. Két emberes feladat egyébként, ezt csak azért mondom rögtön így az elején, hogy aki esetleg egyedül van, annak ne kelljen végignéznie a videót. Viszont, ha ketten vagytok, akkor ennél jobb lehetőség nincs. Szóval nem is húzom tovább az időt, nézzük a finálénak a teljesítését a lehető legkönnyebb és a lehető leggyorsabb módon. A szokásos 25.000 dollár befizetésétől indulunk ismét. Első teendőnk, hogy elutazzunk Kajó Perikóba, ahol kiszkópoljuk a main targetot, illetve a többi lootot, amit el fogunk lopni majd a finálé során. Most az eddigiektől teljesen eltérően nem fogunk main dockot vagy north dockot szkópolni, csak is a villán belüli lootok érdekelnek minket. Ezeket azonban ki tudjuk szkópolni a biztonsági kamerák segítségével. Tehát miután megvan az, hogy mi a fő target, semmi más dolgunk nincs, mint végignézni a többi kamerát is a villán belül, és ezzel kiszkópolunk mindent, ami bent van, egyébként minket az arany, ami érdekel. Zárójelben hozzátenném, hogy igen, tudom, hogy ha nincs kiszkópolva, akkor is ott van, és akkor is el lehet lopni, de szerintem néhány kamerát megnézni nem egy olyan nagy dolog, cserébe viszont rengeteg időt lehet azzal spórolni, hogy látod a minimappon a lootokat, és nem úgy rohangálsz a compoundban, mint pók a falon. És hát ennyi volt a szkópolás, semmi más teendőtök nincs, ennyire egyszerű és ennyire gyors ennek a bejutási módnak a kiszkópolása. Ha megvagytok, akkor irány vissza Los Santos, tudjátok érdemes elkapatni magatokat egy őrrel idősporolás szempontjából, és ha megérkeztek, akkor mutatom a további szükséges lépéseket. Nos, itt is vagyunk a koszatkában, a már jól megszokott 5 darab prepet kell megcsinálnunk. Kell egyrészt a koszatka, aztán alatta az equipmentből az utolsó 3. Igen, a demolition charges nem kell, köszönöm, hogy az előző videóban felhívtátok erre a figyelmemet, és a fegyverek közül választhatok egyet, amelyik szimpatikus, ezt rátok bízom, a lényeg annyi, hogy legyen rajta hangtompító. Az utolsó menüpontból pedig nem kell semmi, tehát 5 rövid prep megcsinálása után már kezdődhet is a finálé. Pontosan ugyanazokat jelöljétek be itt is, mint amiket mi is tettünk. Koszatka, aztán kétszer tunnel, main dock vagy north dock, teljesen mindegy, hiszen úgysem ott fogtok kimenni, és nappal vagy éjszaka, ez is mindegy, bár talán nappal egyszerűbb kiszedni az őröket, éjszaka viszont elvileg nem látnak olyan messzire, mint nappal. Én mégis inkább azt ajánlanám, hogy nappal menjetek, de ez a ti döntésetek, rátok bízom. És hát akkor kezdjük magát a finálét. A megérkezésünk a már jól megszokott Kossat-Katanel kombó lesz, aki egyébként unja már ezt, az megnyugodhat, mert legközelebb már másik bejutási módról lesz videó, valószínűleg Longfin, ezt még én sem tudom. És hát egy kis úszás után megérkezünk a tunnel bejáratához, itt kivágjuk magunknak az utat, és már meg is érkeztünk El Rubio privát villájába. Most az eddigi útmutatóimmal ellentétben nem azt mondom, hogy jobbra menjetek, hanem sokkal inkább balra kéne elindulni, ugyanis meg kell keresnünk egyrészt a kapuknak a kulcsait, illetve egy keycardot is, és erre nagyobb esély van, hogy itt lesz valamelyik őrnél, legalábbis az eddigi tapasztalataim alapján, de aztán az is lehet, hogy a létező összes őrt ki kell lőni, mire megtaláljátok a kulcsot és a keycardot, ezt majd úgyis akkor látjátok meg, ha ti is itt lesztek a fináléban. Nekünk annyiból talán szerencsénk volt Imivel, hogy egyből az első őrnél volt a keycard, majd a kapunak a kulcsát is viszonylag gyorsan megtaláltuk. Érdemes ilyenkor nem együtt menni egyébként, hanem ketté válni, és akkor az egyik őtök, amint megszerzi a kulcsot, már tud is lemenni és kiszedni a main targetot, másikótok pedig mehet fel El Rubiónak az irodájába kiszedni a miniszéfet, és felvenni a másik keycardot. Igen, ezt a kártyát nem kell keresni, ez mindig itt lesz fönt az irodában, csak a párját kell megkeresni valamelyik őrnél. Mi most egyébként direkt maradtunk együtt, direkt nem váltunk szét, annak ellenére, hogy az előbb azt mondtam, hogy úgy érdemes, mert így meg tudom nektek mutatni mind a kettő opciót, akárhogy is osszátok le majd egymás között.
Hát ahogy láthattátok, kiszedtük ugye a miniszéfet, felvettük a keycardot, de most nem állunk neki hackelni idefönt, hiszen akkor 3 vagy rosszabb esetben 4 hacket is meg kéne csinálni, lent pedig csak egyet vagy nagyon maximum 2-t, szóval egy merész ugrással elhagyjuk ezt a szintet, és hogyha esetleg van még itt olyan őr, aki útban van, értelemszerűen ki kell szedni, majd mehetünk is a kapuhoz, vagyis a lenti bejárathoz, és amint ezt kinyitottuk a kulccsal, amit ugye az előbb megszereztünk, bizony nem kell már annyit hackelni, maximum 2-t, ahogy az előbb is mondtam, nekünk egyébként most pont ennyit kell, hiszen hard módban vagyunk, és miután ezt teljesítettük, már szedhetjük is a fő targetot, vagy a lootokat, mi az utóbbival kezdtük, kiszedtük az összes aranyat, ami itt volt, és utána mentünk eltulajdonítani a fő targetot, ami egyébként Pink Diamond volt, ráadásul ugye az előbb mondtam hard módban vagyunk, tehát 1.400.000-et ért így, ami azért egyáltalán nem számít rossznak. Ha mindezzel megvagytok, akkor pedig nincs más dolgotok hátra, mint valamelyik lenti bejáraton kifutni és kiszedni még a villában, amit előzetesen kiszkópoltatok, aranyakat. Bőven fog még férni a táskáitokba, szóval ne hagyjátok itt őket. Miután kiszedtük mind a két helyről az aranyakat, meg is telt teljesen a táskánk, és összesen 2.360.000 dollárral futottunk a főbejárathoz. Útközben még egy-két őrt megöltünk, akik útban voltak, és akkor miután kijutottunk, itt jön az utolsó fontos dolog. Az egyik őtök üsse le, vagy lője le azt az őrt, aki itt áll a motor mellett közvetlenül, majd pattanjatok fel a motorra és hajtsatok bele közvetlenül a tengerbe. A másik ótok pedig szedje ki ezeket az őreket, akik itt vannak, és lopja el az itt lévő motort, majd ő is menjen utánatok és hajtson bele a tengerbe, így tehát nem kell sem a main dockhoz, sem sehova máshova elszökni, és ott még ugye lootokat kiszedni, meg stb., hanem szimplán beleugratok a vízbe, majd elúsztok egészen addig, amíg nem írja ki a játék, hogy teljesítettétek magát a heistot. Szerintem ennél könnyebb és jobb mód a finálé teljesítésére nincs, két embernek ez tényleg a tökéletes, a végleges, a legjobb teljesítési mód. Csak az aranyat és a főtárgitot kell kiszedni, és simán kihoztok 2-2,5 millió közötti összeget, aztán hogy hogyan osszátok le magatok között, az már nyilván csak rajtatok múlik, de alapvetően ennyire egyszerű kirabolni elrubiót ketten. Én nagyon sok sikert kívánok mindenkinek, ha ez alapján csinálja a heistot, de nyugodtan nézzétek meg az előző videóimat is, azok is nagyon jó bejutási módok voltak szerintem. És legközelebb találkozunk, kérlek iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én Dani voltam, sziasztok!